Új stratégia megalkotásán, az együttműködés kiterjesztésén, illetve a szolgáltatások bővítésén és a turisztikai lehetőségek összekapcsolásán dolgozik a Dunamente Turisztikai Destináció Management. Én augusztusban vettem át a TDM-nek az igazgatói pozícióját, és hát azóta a tevékenységünk tulajdonképpen az állapotfelmérésről és a kapcsolatfelvételről szólt, mind TDM-en belül, mind TDM-en kívül. Tehát felkerestük a régióban tevékenykedő, turizmussal foglalkozó egyéb szervezeteket, akik ugye a jövőben potenciális partnereink lehetnek, és hát megegyeztünk abban, hogy nem csak egymás mellett párhuzamosan fogunk a jövőben dolgozni, hanem egymás segítve és erősítve. És hát ezen kívül ugye a TDM-en belül is felkerestük a tagokat, hogy őnekik milyen tapasztalataik vannak, illetve elképzeléseik vannak a jövővel kapcsolatban, és hogy minél eredményesebben tudjunk együttműködni. Egy hosszú távú stratégia készül, amely a szervezet jövőbeni működési irányát szabja meg. Ennek egy előszobájaként már elkészült egy kommunikációs terv. Ugye amit tudunk az eddigi tapasztalatokból, hogy nagyrészt Szlovákiából és Csehországból érkeznek ide látogatók, viszont az elkövetkező őszi, téli, tavaszi időszak az egy jó lehetőség arra, hogy például nyissunk Magyarország felé főleg, hiszen ő van itt legközelebb hozzánk, és legkönnyebben elérhető. Úgyhogy emiatt felmértük azt, hogy az egyes régiókban lakókat mivel és hogyan tudjuk megszólítani. Letisztáztuk a kommunikációs csatornáinkat, jelenleg is a weboldalon átalakítások folynak. A jövőben elindulnak a hírleveleink is, melyeket rendszeresen fogunk küldeni a régió szolgáltatóinak. Ez tulajdonképpen a régiónak a közelgő eseményeit foglalja majd össze, amit a szolgáltatók ki tudnak nyomtatni, és az itt megszálló turisták kezébe nyomni, hogy milyen egyéb időtöltési lehetőségek vannak még nálunk. Konkrét programcsomagokat is kínálnak majd a jövőben az ide látogatóknak. Egyéni kulturális programcsomagokat is szeretnénk ajánlani, például most lesz 220 éve, hogy Csokonai itt beleszeretett Lillába, erre is szeretnénk ráépíteni, és illetve hát Jókai 180. halálának 180. évfordulója kapcsán is szeretnénk izgalmas csomagajánlatokat kínálni az ide látogatóknak. Komárom kulturális szempontból erős, tehát itt van az erőd, a történelmi belváros. Hogyha egy ilyen tematikájú kirándulásra készül valaki, az ugyanúgy menjen el pihenni, akár Patra, akár Párkányban, ugye ott januárban megnyílik a wellness központ, vagy menjen el egy borkóstolóra, nézze meg a muzslai hegyeket. Tehát szeretnénk, hogyha minél szélesebben lefednénk a régió kínálta lehetőségeket.